Jó reggelt kívánok azoknak a nézőknek, akik most kapcsolódnak be a Pirkadat nézésébe. Egy kiváló szoprán énekesnővel, Szemerez Zitával ismerkedhetnek meg az elkövetkező percekben, meg egy nagyszerűnek ígérkező produkcióval, ami a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz majd látható augusztusban. De mielőtt ide kanyarodnánk, azért az engem mindenképpen érdekel, hogy jutott idáig. Tehát hogy választották ki önt arra, hogy akkor én legyek a befutó erre a szerepre? Ön legyen a befutó, igen. Hát először is szeretnék mindenkit köszönteni, és jó reggelt kívánok. És a kérdésre a válasz, az, ha őszinte szeretnék lenni, akkor az, hogy amikor engem fölhívott ennek a produkciónak az igazgatónője, Bán Teodóra, akkor azt mondta, hogy Zita, mi akárkit választhattunk volna, de én láttalak téged énekelni az operába, és téged szeretnénk. Ebben a szerepben? Igen, ebben a szerepben láthattak. Mert hogy a Rigolettóról beszélünk, ez még eddig nem hangzott el, és Gilda szerepéről. Igen, így van. Ami nekem egy nagyon nagy álmom volt, mert 4,5 évvel ezelőtt debütáltam vele a Szegedi Színházban, Szegedi Nemzeti Színházban. Az volt az első szerepem. És azóta is teljesült kíséri. Az álmom, és kíséri az életemet. A következő álmom aztán az volt, hogy bárcsak elénekelhetném ezt az Operaház nagy színpadán, ez is teljesült, úgyhogy ezt is a sors megajándékozott ezzel a lehetőséggel. És aztán a következő álom az volt, igen. Hogy de hát hisz a Margit Sziget. Tényleg, ez körülbelül így történt, hogy mindig vágytam rá, hogy milyen jó lenne a Margit Szigeti szabadtérin énekelni, hiszen nagyon szeretem a természetet, és egészen más érzés egy olyan közegben szerepelni, ahol ilyen egészen közel vagyok a természethez, és hát a levegőn vagyok, nagyon nagy a nézőtér, tehát hogy nagyon nagy a befogadóképessége, rengetegen nézhetik, és a színpad is ugye sokkal nagyobb. És amikor megkaptam ezt a felkérést, akkor teljesen boldog voltam, és oda voltam a gyönyörűségtől, hogy minden embernek azt kívánom, hogy itt teljesüljenek az álmai. És az is szerepelt az álmok közt, hogy egy ilyen nemzetközi előadó csapatban. Hát erre már nem ismertem álmodni erről. Ön mondja ki, hogy kikkel lép színpadra, mert elég nagy nevek most már. Igen, igen. Nemzetközi porondon is. Ez teljesen így van. A hercegem lesz Arturo Jaconcruz, hát aki egy világsztár, és a másik pedig Giuseppe Altomare, ő lesz a Rigoletto, tehát az apukámat fogja játszani, és a többiek pedig főként azok, akikkel az operában is játszhattam, és hát mind egytől egyig nagyon nagyszerű művészek. Na akkor avasson be olyan kulisszatitkokba, mert nyilván ők nem költöznek ide Budapestre hosszú hetekre, hogy ezt a próba folyamatot végigcsinálják, hogy ilyenkor hogy áll össze egy ilyen produkció, amikor sok vagy több külföldi nagy név érkezik? Ez nekem is új, ez a szituáció, mert most találkozom először azzal, hogy itt ez a Margit-szigeti színpadon, igen. Ez hogy működik. A Szegedit ismerem, de hát ugye ez teljesen másfajta, hiszen ez a produkció, ez a rendezés, ugye Színetár Miklós rendezése, ez már nagyon sok ideje megy az Operaházban. És most kikerül a nagy színpadra, Margit-szigetre. És mivel nem igényel sok próba folyamatot, mert már ugye nagyjából mindegyikünk tudja, csak a nagy sztárok nem, akik ugye érkeznek hozzánk, ezért egészen rövid, csak egy olyan szűk egyhetes próbaidőszak lesz a rendelkezésünkre, amikor összeszokhat az a csapat. De szerintem, tehát ők olyan nagy művészek, hogy ez nem fog nekik problémát jelenteni. Egy kicsit tart az ő ítéletüktől? Ilyenkor hogy működik ez? Önnek szintén nagy sikerei vannak, versenyeket nyer, díjakat nyer sorban, mindenki tényleg szuperlatívuszokban beszél a hangjáról. Hát ez csodálatos érzés, különben, amikor így mondják, akkor is egyszerűen tényleg mindannyiszor rácsodálkozom, mert szinte olyan, mintha álomba élnék, mert eleve az, hogy azzal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek, és ezt nem munkának tartom, hanem egyszerűen Hát ez az élete. Igen, ez az életem. Tehát nekem ez olyan természetes az éneklés, mint a levegővétel. Teljesen olyan. Ezt mindenki mondja egyébként, hogy annyira természetes az előadás mondja, hogy ez a Jóisten adománya. Ez így van. Szülők adománya. vagy sokat kellett dolgozni érte? Az a helyzet, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. És nem álszentségből mondom, hanem mert én ezt tényleg így érzem.
És hogyha az ember kap egy ilyen tehetséget, az, hogy már hogy mit kezd vele, az az én dolgom, és az, hogy kiket választok mestereimnek, az is jó, főként a föntiek segítségével valósulhat meg, hogy a legjobb úton tudjak haladni. És volt lehetőségem énekelni a Kármeliták című operában, a Pulenk operában, az operaházban, és abban Konstanz nővér szerepében énekelhettem, és csak egy mondatot szeretnék kiemelni abból, és azóta ez mottommá vált, pedig nekem ezelőtt nem volt, hogy a szerencse nem más, mint az isteni logika. És valahogy ez annyira rám vonatkoztatható, hogy azóta ez szalagcímként szerepel nálam. De hogy azt meg kell ismerni, ezt a logikát, és az lesz sikeres, aki megismeri ezt a logikát, és ementén meri szervezni az életét? Vagy hogy kell ezt értenünk? Úgy kell érteni, hogy az lesz a sikeres, aki csak hagyja, hogy történjenek vele úgy a dolgok, ahogy megvan írva, vagy ahogy érzi belülről. Szóval engem mindig az ösztönösség vezérelt, és a belső megérzéseim, és mindig erre hallgattam. És az összes lehetőség, ami az életembe adódott az énekléssel kapcsolatban, legyen az az első szerepem a Szegedi Nemzeti Színházba, amikor utolsó pillanatban tudtam meg, hogy előéneklési lehetőség van, ami ugyanálunk azt jelenti, hogy egy előéneklés elmegy az ember, ott énekel, és az alapján dönti el az adott színháznak az igazgatósága, hogy szüksége van arra az énekesre, szeretné alkalmazni, vagy nem. És az utolsó pillanatban tudtam meg, nem is tudtam, milyen szerepre keresnek énekest, és így kaptam meg életem első szerepét, ami az álmom volt, a Rigolettóból a Gilda, amit fölhozott a Primavera Fesztivál keretén belül az operába, ahol meghallottak az operába, és azt mondták, hogy menjek el oda is előéneklésre, mert szeretnének meghallgatni, és így kerültem be. És az, hogy az ember tényleg saját erejéből, a hitével, és a tiszta őszinte érzéseiből építkezve jut el oda, ahova. És így értettem azt, hogy... Zita, mi a következő álom? Mert nekem, ugye ebből a sorból, amit itt felsorolt, hogy akkor ez volt az álom, sikerült, következő álom, megint sikerült. A következő álom az, hogy ha már ilyen nemzetközi szereposztásban léphet színpadra, akkor majd a nemzetközi Porondon is lehet folytatni, tehát hogy felfedezik, megismerik, meghallják a hangját, és azt mondják, hogy fú, nekünk Gildára mindenképpen. Mindenképpen szemere Zita. Igen. Hát az a helyzet, hogy ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, mert nem ez az átlagos hozzáállás talán, de én nem vagyok egy karrierista személyiség, szóval a család mindig is fontos, volt a legfontosabb nekem, és persze az, hogy ezzel foglalkozott, ez a kettő együtt tulajdonképpen. Máshogy fontos ez, és máshogy az, viszont nem tudom magam elképzelni, illetve el tudom, de talán egyelőre még nem, mert először azt szeretném, hogy legyen egy családom. És valahogy nem vágyom külföldre. Lenne lehetőségem menni, hát volt lehet, is. Lehet, hogy ott jönne szembe a herceg a fehér lovon. Ez is minden fordulhat, de valahogy úgy érzem, hogy nem vágyom ki. Tehát, hogyha nyilván, ha meghívna egy olyan színház, ahol szívesen elmennék énekelni, akkor nem állnék ellent, de valahogy nem vágyom ki. Itt hát van a családom, az életem pedig is. Pedig a magyar opera színpadról nagyon sokan folytatták, és aztán visszatértek persze. Igen. Tehát ez azért egy elfogadott meg, elismert karrierút. Igen. Akkor még 2 percünk maradt, tehát lesz egy Rigoletto előadás, ezt mondjuk meg, hogy mikor lesz pontosan a szabadtéri színpadon. Augusztus 3-án és 5-én lesz. Két előadás lesz, igen. Úgyhogy tessenek tolongani a jegyekért, mert nem. Várunk mindenkit szeretett. De most azt néztem, a dátumot néztem, igen, nem sokkal ezután is lesz a szabadtéri színpadon egy másik előadás, amiben egyetlen ária Hangzik el, így van. Szemere Zitától. Mi lesz ez az előadás? Ez is a Szabadtér Színház produkciója egyébként. Igen, ez a Bernstein 100 nevű koncert lesz. Mert hogy Leonard Bernstein augusztus 25-én lenne, azt hiszem, igen, ezt megnéztem. Akkor született, tehát 2018-ban, most ünnepelnénk a 100 éves évfordulóját, a születésének 100 éves évfordulóját, és ennek tiszteleteképpen úgy gondolták az igazgatóságban, hát ennek helye van itt ennek a koncertnek, és szerintem ez egy rendkívül jó ötlet volt, mert nem biztos, hogy olyan sok emberhez eljut ez a fajta zene, és én is kipróbálhatom magam ebben a kicsivel másabb műfajban,
és Bernstein Candid című hát operett operájából Candid áriát fogom előadni, a Glitter and Be Gate, ami nem csak hangilag egy kihívást jelentő dolog, hanem inkább színészileg az, ami hogy egy árián belül színészileg frappánsan megoldani, mert rendkívül sok játékra ad lehetőséget ez az ária. Mit kell még tudnunk, mit lehet hallani, meg kik lépnek még színre önnel együtt? Például Balog József, ez rendkívül nagyszerű zongoraművész is közelműködni fog ezen a koncerten, illetve a koncertet a most karmesterversenyen megnyert nagyszerű karmester fogja vezényelni. Ez az előadás pedig augusztus 10-én lesz, úgyhogy erre is lehet már kapni a jegyeket. Szemere Zita, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Teljesüljön ezután is minden álma, ennyit kívánunk. Köszönöm szépen. A stúdióból, és ha a következő teljesül, akkor várjuk vissza. Köszönöm természetesen. Kedves nézőink, köszönjük szépen egész reggeli figyelmüket, viszontlátásra.